Üdvözlöm a Blik TV nézőit! Eljöttünk a belvárosba, hogy megmérjük, hogy bizonyos közintézményekben és a tömegközlekedési járatokon hány fok van a külső hőmérséklethez képest. A napon 38 fokot mértünk, az árnyékban körülbelül 5-6 fokkal kevesebb, azaz 33 fok. Először a 4-6-os villamosra szállunk fel, meg is érkezett, nézzük meg, hogy hány fokot mérünk a járműről. A 4-es villamosról leszállva egy gyógyszertárban mértünk hőmérsékletet, ott klimatizált volt a helyiség, és 30 fokig csökkent a hőmérőnek a higanyszála. Egyébként hőérzetben még jobb volt, csak hát ugye a hőmérő az nem hűl le egyből. Utána a 2-es metróra szálltunk, ott is kb. 30-31 fok volt a klimatizált szerelvényen, most pedig átszállunk a 3-as metróra. Itt egyébként már 32 fokot mérünk, úgyhogy itt egyébként a peronon sincsen klíma, úgyhogy nézzük meg, hogy a szerelvényen milyen idő lesz. A 3-as metróval lejöttünk az egyik budapesti közkórházig, a metrón 35 fokot mértünk, ezzel szemben a kórházban 31 fok volt, a vastag falak miatt ugyanis jobb a hőérzet, de klíma itt sincs. Kis kalandunk végére értünk, nem hazudok, ha azt mondom, hogy néha-néha a hőúta kerülgetett minket. Utoljára egy postán és egy buszon mértünk hőmérsékletet. A postán 32 fok volt és nem volt klíma, a buszon pedig 41 fokot mértünk, 3 fokkal többet, mint odakint klíma azon sem volt. Nézőinknek azt tanácsoljuk, hogy délután 5 előtt, ha nem muszáj, ne induljanak útnak, és mindig hordjanak magukkal friss üvegtüzet.